Kádár János sírja cédulták, és a jelek szerint ez nem alkalmi vandalizmus volt. A tettesek a sírra üzenetet pingáltak, ásóra is szükségük volt, meg időre, szervezésre, hogy az őrök figyelmét kijátsszák. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és a kormány minden tagja lehető leghatározottabban elítéli azt a gyalázatos, aljas és embertelen tettet, amit Kádár János és felesége sírjánál követtek el köztörvényes bűnözők. A halott csontjait, koponyáját és egész felsőtestét, valamint feleségének hamvait nem dobálták szét, hanem magukkal vitték. Vajon miért? A Fidesz ezt az esetet nem politikai, hanem kegyeleti kérdésnek tekinti. A végső nyugalom mindenkinek jár. Elképesztőnek tartjuk, hogy valakik a saját különvéleményüket úgy gondolják, hogy kifejezhetik, hogy meggyaláznak egy sírt. Bár azt, ami történt, halott gyalázásnak nevezik, a tett a kannibalizmus rokona. Birtokolni a halott testét, mert ez uralmat jelent a szelleme felett is. Kísértetekkel birkózunk? Ma este történészek, egy író és egy szociológus segítségével fogjuk mindezt megbeszélni. Ez itt a Friderikusz Most, esti közéleti politikai műsor Budapestről. Friderikusz Sándor következik. Jó estét kívánok! Az eddigi visszhangokból ítélve a Kádár-sír feldúlása és a csontok ellopása, bár közönséges bűncselekmény, túlmutat önmagán. Társadalmi traumák egyvelegének szimptomája, és ennek nem csak a múlt, hanem a jelen is része. Ma este megpróbáljuk megfejteni, ami mindebből megfejthető, elsőként Romsics Ignác és Tóth Vilmos történészekkel. Hadd kérdezzem meg, hogy Romsics Ignácnak mi a véleménye a Kádár-sír feltöréséről és kirablásáról? Nagyjából ugyanaz, mint minden magyar politikai pártnak vagy jóérzésű embernek, kegyeletsértésnek tartom, és egyben hát egy üldözendő bűncselekménynek is. Ugyanakkor ehhez hozzáteszem azt, itt az elhangzott bejátszásokkal részben polemizálva, hogy mivel ebben a pillanatban nem tudjuk azt, hogy kik voltak az elkövetők, a motivumaikat sem tudhatjuk pontosan. Ha a mauzóleum falára írott mondatokból indulunk ki, akkor okkal föltételezhetjük, hogy politikailag motivált sírgyalázásról van szó, vagyis a szimbolikus politizálásnak hát egy olyan alávaló gesztusáról, amivel eddig nem igen találkoztunk az utóbbi években, vagy az évtizedekben. De már mondjuk azt mondják, hogy a koporsóra is valami hasonló, vagy ilyen tónusú felirat kerül. Ez utal arra, hogy valószínűleg politikailag motivált sírgyalázással van dolgunk, de elképzelhető, hogy ez egy félrevezető akció volt, és mondjuk egy ugyanolyan köztörvényes dologról van szó, mint amikor a Batthyány mauzólumba betörtek. Ez az, amit pontosan nem tudhatunk, tehát csak feltételezéseink lehetnek. Mindezekkel együtt is, meg hát mondjuk ezeket a motivumokat alapul véve, az elődök eltüntetése, kivakarása a történelmi tablóról utoljára nem a sztálinizmusnak volt a gyakorlata? Hát a sztálinizmus idején az történt valóban, hogy a történelmet is retusálták, és hát magát Sztálint is egy preferált helyről áthelyezték, egy kevésbé preferált helyre a másodvonalba, tehát a holttestnek ilyen értelemben szimbolikus jelentőségük mindig is volt, de a magyar történelemben is előfordul, 19-ben is például, hogy bizonyos politikusokat jobb színben tüntettek föl, átretusáltak képeket, sőt, hát a legutóbbi ismert példa, ugye, hogy volt fotó, amely a 87. szeptemberi lakiteleki találkozóról készült, amelyen az egyiken rajta volt Posgai Imre, a másikon nem volt rajta Posgai Imre. Tehát ilyenekkel lehet játszani, de ez azt gondolom, hogy mindez, ez az utóbbi is, nem az a kategória, mint amikor egy sírt föltörnek, szétdúlják. Azt gondolom, hogy a sír nyugalma az minden embernek jár, Kádár Jánosnak is. Ha most az emberi, hogy mondjam, érzéseken túl a történész kérdezem, és a kettő persze nem zárja ki egymást, teszem hozzá, egy olyan történész, aki a közelmúlt történetével is foglalkozik, mit mondanak az ilyen akciók? Egyáltalán az, ahogyan a mai nyilvános és politikai beszéd a 20. századi múltat kezeli, az az ön számára miről árulkodik? Itt elég erősen szét kell választani, azt gondolom, a szakmát és a politizáló közvéleményt. Azért gondolom ezt, mert a szakmának a professzionális képviselői időről időre találkoznak konferenciákon, időről időre könyveket írnak, egymás könyvéről véleményt írnak, tehát egy szakmai diskurzus, egy szakmai párbeszéd a 20. század különböző vitatott kérdéseiről régóta folyik. Ugye azt szokták mondani, hogy a magyar történészek nem folytatták le a maguk történész vitáit, a historical strike-ot, ahogy ugye a németek. Ez egy alaptalan állítás.
a 60-as években, 70-es években folyt egy ilyen vita más kérdésekről, és a rendszerváltás óta egészen szabadon folyik a holokausztról is, a Horthy rendszerről is, a Kádár rendszerről is, és 56-ról is. A probléma az, hogy a történészek, akik ugye nem egy politikailag motivált folyamatnak a részeként, hanem a tudományos megismerés vágyától hajtva végzik a munkájukat, általában nem jutnak el olyan végső és morális igazságokhoz, mint amivel a politikusok, különösképpen az identitáspolitikusok el szeretnek jutni, vagyis hogy nagyon egyértelmű fekete-fehér színekben ábrázolják a saját hőseiket vagy az ellenfeleiket. Ilyen értelemben a magyar politikai élet az elmúlt 10 évben, ezt mondhatjuk, de ha nem az elmúlt 10-ben, akkor az elmúlt 5-6 évben nagyon nagy mértékben polarizálódott, és hogyha ez nem is fogja át az egész társadalmat, mert azt gondolom, hogy a társadalom nagy része nem jut el a politikailag egy ilyen történelmi, egy ilyen tudatos szintre, de a közvéleményformáló értelmiséget, a politikai elitnek a holdudvarát elég nagy mértékben átfogja, és ott nagyon világos... De hogy nem tud áttörni? Hogy nem tudnak áttörni a történészek, a tudomány szakemberei azon, hogy ne a politikusok akarata, magyarázata és aspektusa érvényesüljön. Ez egy egyszerű dolog, mert Kádár Jánosról lehet 200, 300 vagy 600 oldalas könyvet írni, és Nagy Imréről is lehet. És mind a kettőről meg is tették, az előbbit Huszár Tibor, az utóbbit pedig Rajnerem János. De az emberek többségének általában nincs ideje arra, hogy 500 oldalas könyveket olvasson, vagy hogyha olvassa is, sokkal jobban megfelel neki, hogyha valaki világosan megmondja, hogy ez egy gonosz volt, vagy ez egy jó volt. És a történész számára ezek a kategóriák nem nagyon instruáló, nem nagyon konstruktív kategóriák, hanem egészen másként kontextualizálva értelmezi ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen tehát itt azt gondolom, hogy egy egymás mellett való elbeszélés zajlik, tehát a történészek azt gondolom a maguk részéről végzik a maguk munkáját, amely nagyon kevés közfigyelmet kap tulajdonképpen. Ha van egy szenzáció, mint ez a Kádár, akkor egyből aktuálissá válik az egész Kádár és a Kádár rendszer, majd jön egy következő szenzáció, akkor más lesz a téma. Én pedig azt gondolom, hogy az lenne a feladat, hogy a Kádár rendszerről, vagy a Kádárról, vagy általában a modernkori 20. századi történelmünknek a neuralgikus pontjairól akkor is folyik egy szakmailag megalapozott professzionalista diskurzus, amikor nincsenek ilyen szenzációk. Tehát Kádárról, a Kádár rendszerről nem csak egy sírgyalázás kapcsán kellene beszélni a magyar televízióban és az újságokban, hanem akkor is, amikor nincsen sírgyalázás. Mert valóban ez egy probléma, és az emberek különböző féleképpen viszonyulnak hozzájuk, ezért érdemes lenne minél több embernek fölhívni a figyelmét arra, hogy mi az, amit erről ma már megalapozottan, hitelesen tudunk, mi az, amit nem tudunk, és mi az, amit még valószínűleg meg fogunk tudni. Úgy gondolja, hogy ez hatástalanítaná a politikusokat? Én úgy gondolom, hogy ha ezeket a leegyszerűsített üzeneteket ellensúlyozni tudná az, hogyha egy vagy két vagy több tévécsatornán nem indoktrinációs szándékkal, identitásképző, érzelmi közösség képző szándékkal jelölnének ki politikusokat a magyar múltból, hogy ő az angyal és ő az ördög, mert hogy ilyen nem volt, hanem a maguk összetettségében, bonyolultságában juttának el üzenetek a tévénézőhöz és az újságolvasóhoz. Azt gondolom, hogy ez segítene rendbe tenni bizonyos értelemben a történet tudatunkat, de hozzáteszem azt, hogy nem kell azt gondolni, hogy ha ez megvalósulna, mondjuk, akkor mindenki egyformán gondolkodna a történelemről. A jelenről és a jövőről is különbözőféleképpen gondolkodunk, ami nagyon természetes, mert hiszen különböző értékek mozgatnak bennünket. Ugyanígy a történelem értelmezésünkben is egy baloldali embertől nehéz elvárni azt, hogy mondjuk Tisza Istvánért vagy Horthy Miklósért nagyon lelkesedjen. Ugyanígy egy jobboldali konzervatív meggyőződésű embertől nehéz elvárni, hogy Kádárért vagy akár Nagy Imrért lelkesedjen. Ez tehát érthető, de mégis a lelkesedés és az elutasításnak valahol a szakmaiság határain belül kellene mozognia, és bizonyos empátiával a másoknak a hőse iránt. A harmadik magyar köztársaság néhány mulasztása közül, hogy így mondjuk, az egyikén szerintem az, hogy a saját múltjával kapcsolatban elfelejtette, elmulasztotta, vagy nem akarta, vagy nem tudta kijelölni azokat a cölöpöket, amelyeken belül a múlt szereplői vállalhatók, és amelyeken kívül nem vállalhatók. Sem a jobboldali, sem a baloldali demokrácia számára. Na de az biztos, hogy ön is, meg a Kádár korszakot kutató történészek is ugye egy sokkal differenciáltabb Kádárkép hívei, mint ami most mondta is, nagyjából a nyilvánosságban tapasztalható. Én azt gondolom, hogy ez minden történész így van vele. Ennek megfelelően a Kádár korszakot is talán sokkal árnyaltabban látják, mint azok az emberek, akik csak vélt vagy nagyon is valós sérelmeikre emlékeznek. Ez a két kép egyébként miért nem képes találkozni, az előbbi okok miatt? Nézze, itt van ez természetes dolog is, amire azt tudom
mondani, hogy túl közel van, és nagyon a ma élő magyar emberek közül nagyon soknak személyes élménye van a Kádár időszakról, a rendszerváltás előtti időszakról. És ezek az élmények különbözőek. Az az ember, aki mondjuk 56-ban részt vett a harcokba, felkelő volt, és utána elszenvedte a kádári megtorlást, esetleg túlélte, de folyamatosan hátrányai voltak az életben a 60-as, a 70-es években, azért, mert egy jó ügy érdekében 56-ban fegyvert fogott, utána retorzióban volt része. Ez egészen érthető, hogy másként gondol vissza a kádárizmusra, Kádár Jánosra, mint az a kis ember, egy másik példát mondok, aki nem vett részt a felkelésben, túlélte, és utána részesült azokban a juttatásokban, amelyekben a Rákosi korszakban nem, a Horthy korszakban egy más szociálpolitika miatt nem, és a 60-as évek, 60-as, 70-es években jutott el oda, hogy az mindennapi betevő megszerzése számára nem volt gond. Ez adott volt, hanem ezen túlmenő célokat tudott megfogalmazni és kielégíteni. Egészen biztos, hogy ő ma is bármit mondunk, másként fog visszagondolni a Kádár korszakra. De a fiatalok, akiknek nincs mit megbosszulni, ők miért kommunistáznak igen nagy számban? Hát egyrészt erre nevelődnek, vagy nevelik őket, másrészt ne általánosítsunk. Én tanítok két helyen is fiatalokat, és időről időre szondázom őket, és kérdezem őket, hogy mit gondolnak erről, mit gondolnak arról, és az első tanulság az az, hogy nem biztos, hogy mindenkinek az identitásához olyan nagy mértékben hozzátartozik az, hogy egy világosan definiált viszonya legyen Kádárhoz, Nagy Imrével, vagy Horthy Miklóshoz. Azt mondják, hogy őt ez nem érdekli. Egy más dimenzióban képzeli el az életét, a jelenét és a jövőjét, és vitatkozom. Én úgy értem a mai kommunistákhoz, vagy a kommunistának bélyegzett emberekhez, azokhoz azért jóval nagyobb számban van viszonyuk. Na most vannak politikailag ugye tudatos, elkötelezett fiatalok, akiknek markáns véleményük van Horthyról, Kádárról vagy Kádár Jánosról, és ez eltér, ismét azt mondom, a családi háttér miatt következtében eltér annak következtében, hogy mit tanultak, és maguk, hogy őnekik milyen értékpreferenciáik vannak, mit becsülnek többre, a szabadságot például, vagy pedig egyfajta egalitáriánus elosztási rendszert, vagy a munkanélküliség meglétét, vagy hiányát. Nagyon különböző szociális csoportokból áll Magyarország, és nagyon különböző múltélményeik vannak a mai magyar társadalmi csoportnak, és a egyes ember és a történész között. Azt gondolom, nagyon sokan tovább örökítik. Abszolút mértékben. De ez a Horthy rendszerrel is így volt. Hiába tanította a Rákos és a Kádár rendszer 40 éven keresztül az, hogy a Horthy rendszer fasizmus volt, akinek a Horthy rendszerről más élménye volt, és ezt a család tovább örökítette a gyerekre, majd az unokára, az ezt soha nem hitte el. Ugyanígy van a Kádár rendszerrel is. Taníthatjuk, hogy az egy kegyetlen diktatúra volt, akinek nem ilyen élménye van. Az családon belül erről másként fog gondolkodni. És azt gondolom, hogy a történész és a mindennapi ember attitűdje között az a döntő különbség, hogy a történész, hogyha jól látja el a feladatát, akkor ezt az összetettséget, a különböző viszonyulási módokat megpróbálja valahogyan szintetizálni és érvényesíteni, az egyéni emlékező, az egyéni emlékezetében pedig akarja, nem akarja, nagyon hajlamos mindig arra, hogy a saját szubjektív élményét, amely morális tartalommal telített, abszolutizálja. Ez Tamás Gáspár Miklós a Népszabadságban a minap azt írta, ha ez Horthy sírjával történik meg, ami Kádár sírjával megtörtént, már lángban állna az ország. Egyetért? Nézd, ez egy feltételezés, amelyet se cáfolni, se pedig igazolni nem lehet. Annyiból megalapozott ez a feltételezés, hogy az utóbbi hónapokban a magyar jobboldal sokkal aktívabb, mint a magyar baloldal. Tehát a magyar jobboldalnak, vagy a jobboldal egyes részeinek az utóbbi hónapokban számos utcai megmozdulása, tüntetése, akciója volt. Ezzel szemben a magyar baloldal ilyen szempontból passzív volt. Tehát elképzelhető, hogy egy Horthy sírgyalázás esetén mondjuk lett volna utcai fölvonulás. Kádár sír esetében nem volt. De mondok egy ellenpéldát is, amikor néhány évvel ezelőtt a Regnum Marianum valamikori templomhelyén a keresztet ledöntötték, és kiderült ugye, hogy egy fiatal gimnazista gyerekek voltak, nem volt semmiféle olyan megmozdulás, amit most a esetleg Tamás Gáspár Miklós Horthyval kapcsolatban föltételez. De hangsúlyozom, hogy ez mindez a föltételezés szintje, tehát itt bizonyosságot mondani nagyon nehéz. A sérelmek ápolása, és nem tudom, hogy erről mit gondol, de mintha verbálisan meg lenne alapozva, hiszen évek óta tulajdonképpen kommunistázással van tele a politikai beszéd, igen gyakran, igen különböző fórumokon. Nem gondolja, hogy egy-egy ilyen akcióra is megadja maga a politikai beszéd a felment, és hogy verbálisan megvan alapozva, tehát a 10 éve folyó kommunistázással. Én egyetértek, hogy van az országban egy ilyen kommunistázás, amely azonban nagyon szelektív, mint tudjuk. Ez lényegében
akkor kommunista valaki, hogyha nem a saját táboromban van. Ha a saját táboromban van, akkor lehetett kommunista, lehetett ügynök, és az oda visszaérvényes, akkor ez tulajdonképpen bocsánatos bűn. Tehát ez is azt gondolom, hogy nem egy effektíve kommunisták a céltáblák, hanem itt egy hatalmi játszma van, és ennek a hatalmi játszmának a része az a szimbolikus politika, amely ezzel a sírgyalázással mélypontra jutott tulajdonképpen, de a szimbolikus politikának korábban számos más, hát nem ilyen jellegű megnyilvánulása is volt. De aki le van kommunistázva, az igen, már ki van rekesztve, tehát azzal nem bármi megtehető, tehát nem ebben az értelemben használják ezt bizonyos körök, bizonyos oldalon? Hát nézze, azt gondolom, hogy bármi nem tehető azért meg velük, mert a valamikori Magyar Kommunista Pártnak, az MSZMP utódpártjának számos képviselője ott van a parlamentben, tehát olyan mértékben kirekesztve nincsenek, adott esetben megbélyegzésről van szó. Igen. Annak a nemzeti konszenzus szempontjából szükséges föltételezése hiányzik, hogy bármelyik térfélen játszik valaki a politikában, magyar ember és a magyar társadalom vagy nemzet érdekeit szolgálja, és nem hazárló, attól, mert valaki baloldali, vagy attól, mert valaki jobboldali. Ennek a tehát az önmagammal szembeni kritikának és a másik állásponttal szembeni empátiának, a empátiának a hiányát diagnosztizálhatjuk a mai magyar közbeszédben. Ez egy probléma, mert bizonyos alap dolgokba egyrészt meg kellene tudnunk egyezni, másrészt pedig vannak értékek és döntő értékek, amelyek ezen az ideológiailag motivált megosztottságon szerintem túlmutatnak. És éppen a hazaszeretet ilyen, de nagyon sok más minden van, amely nem ideológia és nem politika függő, ezt csak a politika ebben a bizonyos értelemben abnormálissá vált helyzetben hiteti el az arra fogékony emberekkel, hogy ez szerint lehet megkülönböztetni emberek. Most képzelj el egy tanárnak a helyzetét például, amivel nap mint nap szembesülök, vagy egy orvosnak a helyzetét, ami ezt még jobban mutatja. Tehetek én különbséget a diákjaim között az szerint, hogy valaki jobboldali, baloldali, vallásos vagy ateista? Nem csak azt lehet mérnem, hogy mit tud és mennyire szorgalmas. Hogyan várhatja el tőlem bárki is, hogy egy diák között vagy diákok között ilyen ideológiai preferenciák alapján disztingváljak? Ez maga az abszurdum. Tehát ez nem várható el a normális életben. Mégis megtörténik számtalan esetben. Nem történik meg a normális életben. Normális, a normális életben nem. Ez nem történhet meg. Ez lehet, hogy a parlamentben megtörténik, vagy bizonyos ahhoz kapcsolódó szférákban, de ez a kórházban nem történhet meg, az iskolában nem történhet meg. Általános iskolában is volt nálunk példa, a kórházban szintén mi magunk foglalkoztunk vele, sajnos megtörténik. Előfordul, de azért ezt nem általánosítanám. Tehát azt gondolom, hogy a tanárok túlnyomó többsége, és hát nagyon merem remélni, hogy az orvosoknak a 99,9%-a is nem eszerint végzi a munkáját. Ide nem lehet eljutni erre a pontra már. Tóth Vilmos történész kollégája fővárosi nagy temetőket kutatta, vizsgálta. A Kerepesi úti temetőről egy 2 kötetes, a Farkasréti temetőről egy 3 kötetes nagy munka jelent meg a Budapesti Negyed című folyóiratban. Egy személyes kérdést itt az elején hadd tegyek föl. Hogyan jutott eszébe egyáltalán, mi minden tárhat fel egy történész a temetőkről? Hát nagyon sok mindent feltárhat. Most így kissé komolytalanul azt lehetne mondani, hogy azért érdemes temetőkben kutatni, mert mondjuk jobb a levegő, mint a levéltárakban. Hogyha kicsit komolyabban állunk hozzá, akkor azt lehet mondani, hogy hát egy nagyon jó téma, nagyon érdekes téma. Számos olyan jelentős embert felsorolhatnánk, akiknek kizárólag a temetőkön belül létezik nyilvános emlékhelye, ezeknek különböző a sorsuk, és hát ráadásul egy hiánytéma, azt lehet mondani, tehát például a legfontosabb magyarországi temetőről, a Kerepesi úti temetőről, az említett budapesti negyedbeli munka előtt utoljára 30-as években jelent meg egy átfogó feldolgozás. Mennyi időt töltött ezzel? Sokat, nem tudom megmondani, hát én már több mint 10 éve ezzel a témával foglalkozom, éveket, igen. Most a szimbolikus síromolások története mit mutat, és itt azért nem menjünk vissza mondjuk az idők végezetéig, próbáljunk meg inkább csak mondjuk... Nem menjünk vissza, bocsánat, de azért annyit hadd mondjak el, hogy amióta temetkezés létezik, azóta létezik sírombolás is és sírablás is, tehát azt lehet mondani, hogy amióta ember az ember. Ez a folyamat, ez végigmegy a temetkezés történeten. A temetkezés történet, amellett, hogy a temetkezés története, emellett ugyanúgy megírható úgy, mint a sírrablások és a síromolások története, ez egy univerzális jelenségnek is mondható, és hát ugye mostanában a múlt heti eset kapcsán jelentek meg olyan kis szépelgő vélemények, hogy hát ilyesmi Európában elképzelhetetlen, és hogy
hogy az európai kultúra ezt kizárja, hát nem zárja ki, tehát számtalan példát lehet mondani, akár a 20. századból, akár korábbi évszázadokból. Mondjon azért a 20-ból legalább még egyet. A 20. századból? Uh-huh. Hát, vagy néhányat is akár. Hát a 20. századból mondjuk kézenfekvően az embernek elsősorban talán a legdrámaibb esemény sorozat jut eszébe, a II. Világháború, ahol ez pro és kontra rengetegszer megtörtént. A nácik sírokat romboltak, értelemszerűen főleg ugye Németországban a zsidó temetőket rombolták, ugyanúgy Lengyelországban, mondjuk Magyarországon kevésbé, mert azt lehet mondani, hogy kevesebb volt erre az idejük. És viszont tehát a szovjet hadsereg, a vörös hadsereg úgyis, mint az ellenség megszégyenítéseként a legyőzötteken való bosszúállásképpen, például Magyarországon is hát sírboltoknak, mauzolómoknak, templomi síroknak a százait fosztotta ki. Ön szerint miről szól, mire utal a Kádár sírügye az ön olvasatában, aki mondjuk ezt behelyezte egy kontextusba? Hát erről ugye nekem is csak véleményem lehet, mert itt csatlakozom tanár úrhoz, ami tehát azzal kapcsolatban, hogy nem tudunk tényeket. Nehéz ezzel kapcsolatban okos dolgot mondani. Biztos, hogy az én véleményem szerint biztos, hogy politikai motiváció van mögött. Tehát annyiból egyébként ez egy egyedülálló eset, hogy ugye itt nem egy sírbolt feltöréséről volt szó, hanem itt ugye ástak, amihez ugye kell egy rendkívül nagy elszántság. Mert a sírboltot föltörni könnyebb, ugye? Arra utal. Igen, annyiból könnyebb, hogy ott a sírboltnak mondjuk hát a fedlapját feltörik, akkor már rögtön a koporsóig jutnak, tehát egy jóval kevésbé időigényes, és azt lehet mondani, hogy ami a gyakoribb is. Én gondolkoztam azon, mielőtt idejöttem, hogy ehhez hasonló esetet, tehát amikor kiástak valakit, mondjuk így a való életből, mert persze filmen sok ilyet látunk, de a való életből mit lehet mondani? Hát egyedül a Chaplin esete jutott eszembe, de hát ott nyilvánvalóan ott nem volt semmiféle politikai motiváció, tehát ott valami őrült rajongó lehetett a dolog mögött. Na most említette, pontosan a tanulmányában olvastam a Teleki sír demonstratív tönkretételét, ugye az 50-es években. Igen, ez egy példa a sok hasonló közül. Ez mi volt pontosan? Itt most ugye már nem is annyira a sír tönkretételéről van szó, tehát ott egy ilyen rituális módon, egy demonstratív módon kiszórták a telekiek csontjait. Itt most azért azt mondjuk el, hogy a sziráki teleki sírboltról van szó, tehát nem a teleki pál sírjáról Mária Bestyén, hanem Szirákon, Teleki László és József és a többi, még több neves személyiség sírjáról. Az 50-es években a helyi kommunista vezetők demonstratív módon, mondjuk egy ilyen megszervezett szimbolikus akció keretében kiszórták a csontokat, meggyalázták a sírboltot. Sok hasonló eset van, ezek mind szerintem egyfelé mutatnak, tehát itt ez egy ilyen az osztályhasznak az átvitele a temetőkbe. De az egykori uralkodó osztállyal való leszámolás, ami hát egy épp olyan gyáva tett volt. Lehet mondani, hogy akkor ez a diktatúrák technikája vagy módszere? Hát nem csak a diktatúra, egyik hát, éppen ezt akartam mondani, hogy ez éppen olyan gyáva és elítélendő tett volt, mint most a Kádár sír kirablása, és hát most ugyebár nincsen diktatúra. Azt elmondhatjuk, hogy barbár, szélsőséges, tulajdonképpen szégyelni való indulat vezérli ezeket az akciókat? Persze, elmondhatjuk, és hát nem tudom, lehet hallani most már olyan hangokat azért így, ha nem is nyilvánosan, de félig nyilvánosan, hogy hát ez hőstett volt nyilván szélső jobb oldalról. Nem tudom, tehát az, hogy örülnek neki, azt még elhiszem, de hogy mi a hősiesség ebben, hogy egy több mint 10 éve halott ember csontjait kiszedik a földből, azt el nem tudom gondolni. Hát ez nem hősiesség, ez gyávaság. Igen, ha szabad közbeszólnom, akkor két szempontból is. Hát én ezt még nem hallottam, hogy ez egy hőstett volt akár. Az keserűen, de ez megmosolyogtat, hogyha vannak emberek, ezt hőstettként minősítik. Szélsőjobboldali honlapok főleg. Hát én e-maileket kaptam a külföldi barátaimtól, például Finnországból vagy Németországból, körülbelül azzal az üzenetekkel, hogy mi van nálatok? Megbolondultatok? Nálunk utoljára ez Finnországból jött, éppen 1919-ben volt ilyen, amikor a fehérek és a vörösök összecsaptak és 30 ezer embert megöltek, hogy kiásták egymás sírjait és szétdobálták a csontokat, azóta nem volt. És azt hiszem, hogy a példáid mondjuk annyiban egy kicsit pontosítatok talán, hogy a németek meg a szovjetek vagy az oroszok csináltak a 40 és 45 között az egy háborús állapot volt. Tehát ma azért mégsem vagyunk egy háborús állapotban, tehát mégis egy demokratikus körülmények között élünk, amikor a politikai csatáinkat a demokrácia szabályai szerint lehet elvileg megvívni, tehát ahhoz a sírgyalázás az, hát szóval semmilyen szinten azt hiszem nem szabad, ezért hogy hozzátartozom. Ezért kérdeztem az imént, hogy valójában ez a diktatúrának-e az egyik rendkívüli eszköze. Az a háborúnak volt, azt hiszem, a
Nem, az egy háborús helyzet volt. Háborús helyzet volt nyilván. Hadseregek pusztították el. Nem? Igen, háborús helyzet volt, nem csak a hadseregek, ott azért civilek is néhol szerepet játszottak ebben. De háborús indulatok játszottak nyilván ott is szerepet, nem? Igen, 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 de még az előbbihez annyival visszautalnék, hogy hát nyilván, hogy most demokráciában, de nem hiszem, hogy azok, akik ezt tették, különösebben elfogadnák a demokrácia szabályait, vagy hogy ez a szélsőségesek akár mindkét oldalról, de hát most főleg ugye inkább az utóbbi időben a szélső jobb oldal, nem hiszem, hogy demokratikus játékszabályok szerint játszik minden esetben. Jó, köszönöm szépen egyelőre, mindjárt folytatjuk a témát a demokratikus ellenzék egykori tagjával, Hodosán Rózával, akit egyebek mellett az utólag bátrakról fogok kérdezni, tehát nem sokára. Hogy ezek a sírablók titokban az éleple alatt garázdálkodnak, ez is az ellenállás lehetséges formája, meg az is, amit a demokratikus ellenzék tagjai csináltak a Kádár rendszer utolsó másfél évtizedében, természetesen egészen másféleképpen. Akkor indokolt is volt, mi több tétje is volt ennek, ma nincs tétje, és ha jól meggondoljuk, valós indoka sem lehet. Itt van Hodosán Róza, szociológus, a demokratikus ellenzék egykori tagja, és megkértem Romsics Ignácot, hogy ő is tartson velünk a műsor végéig, és minden aspektushoz tegye hozzá a magáét. Szóval, sokan ítélték el a Kádár-sír meggyalázásának sunyiságát, gyávaságát, hogy az éleple alatt firkálnak, illetve törnek föl egy koporsót, firkálnak a farra, meg a koporsóra a különböző mondatokat, árulókról, gyilkosokról. Ön, aki nem titokban és névtelenül volt ellenálló és ellenfél a Kádár rendszerben, ugye, aki hát nyilván ezzel számos kockázatot vállalt, mit szól, amikor ilyen akciókkal találkozik? Az első, legelső, amit minden ember, aki humánus értékeket képvisel, a barbárság. Tehát önmagában ez egy barbár, az emberi értékeket fellökő tett mindenképpen. Nyilván ennek van politikai üzenete is, ezt lehet látni, hát ezt ők akarták kifejezni. Nem jó, hogy ilyen indulatok szabadulhatnak el, ahol nyilván akik ezt csinálták, teljesen képzetlen, hogy is mondjam, indulatoktól vezérelt, humánus értékeket nem képviselő emberek, de valamiben azért föl vannak vértezve, politikailag legalább annyit tudnak, hogy ki a Kádár János, és nyilván azokat a képzeteket, amiket ők tudni szeretnének erről a dologról, azt magukénak gondolták, és ezt így kívánták kifejezni. Nekik úgy látszik ez a tett az, ami kifejezi önmagukat. Ezt én nem tartom emberi dolognak egyszerűen. Önöknek ugye a demokratikus ellenzék tagjainak akkoriban, meg hát nyilván azóta is érzelmi viszonyuk volt a Kádár rendszerhez, sőt hát azt is feltételezem, ismerve legfőképpen irodalomból a korabeli harcaikat, hogy milyen meg is vetették. Mégis sem akkor, sem azóta nem hallottam a demokratikus ellenzék tulajdonképpen egyetlen tagjától sem olyan mondatot, amit a minap megütötte a fülemet, és azért idézem, mert azt remélem, hogy valaki majd egyszer csak cáfolni fogja, de hát én hallottam, ezért nem olyan nagyon hiszem, hogy a cáfolat az reális lenne. Wittner Mária mondta a Kádár-sír feltörése után a TV2-nek, idézem szó szerint, tőlem ott dögölhetett volna, hol van, ott rohadhatott volna el, én nem nyúltam volna hozzá a sírjához, és soha nem is voltam egy lépés sem abban a parcellában, ez az Isten ujja. Ön szerint ez pusztán politikai probléma, vagy van ezzel, hogy úgy mondjam, némi hát kulturális gond is, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam, azt hiszem. Sajnálom, hogy így beszél, egyáltalán sajnálom, ha valaki odáig eljut, hogy ilyen hangon tudjon beszélni, ilyen szavakat kevesen ejtenek ki. Azt gondolom, ez nyilván nem politikai kérdés, hanem más emberi, kulturális kérdés, hogy valakinek milyen szavak hagyják el a száját. Ezért felelősséget kell mindenkinek nyilván viselnie. Ő ezt megengedhetőnek tartja. Soha, hogy is mondjam... De önökben, amit a kérdésem, önökben miért nincsenek ilyen visszamenőleges indulatok? Sohasem voltak indulatok, bennem az ember megtanul dolgokat, megtanul egy rendszerhez viszonyulni, megtanul egy rendszerben élni, megtanulja ezeknek a történelmi világnak a lépéseit, a
Kádár János nekem nem személyes ellenségem volt, hanem egy rendszer volt, amiben én mindig is tisztában voltam a Kádár János szerepével, nem a rendszerváltás után derült ki számomra, hogy 56-ban milyen szerepet játszott az elmúlt években, mi volt a rendszerének a lényege. De a rendszerének volt a lényege, amiben ő egyik természetesen főszereplője volt, de ezt az ember el tudja választani, ha attól ember, hogy megtanul gondolkodni, és megtanul egy csomó dolgot. És onnantól kezdve, hogy megbukott egy rendszer, onnantól kezdve az már a múlt, és úgy érdemes rá tekinteni, ezzel azt is mondja? Azt gondolom, hogy az a múlt, de az emberi értékeket soha semmilyen körülmények között nem lehet áthágni. Tehát az, hogy én Antigónét tanítottam a gyerekeimnek, nagyon emlékezetes volt állítólag nekik az én Antigóné tanításom. Tehát vannak olyan emberi értékeket, amit soha sem a politikában, sem semmikor nem lehet átlépni. Ezt az emberi értéket dobták fel. És tehát más a viszonya hozzá, hiszen más értékek mentén éri az életét manapság már, ugye? Manapság máskor is. Én mindig ugyanazon értékek mellett éltem az életem. Azért voltam a demokratikus ellenzék tagja, mert morálisan úgy gondoltam, hogy az, amit teszek, helyesen cselekszem akkor, abban az időben. És a rendszerhez való viszonyomat így fejeztem ki, hogy nem kívántam részt venni a rendszernek abban a folyamatában, ami akkor volt. Ennek szabad voltam, volt egy ára, megfizettem érte, de vállaltam, és jól éreztem magam szabadnak. Hadd kérdezzem már meg Romsics Ignácot, ha úgy hozzászól, hogy mennyire erős ez a kulturális minta ön szerint, mennyire erős, bocsánat, hogy ezt a szót használom, ez a rohadjon meg, dögöljön meg kiszólás, egyáltalán mennyire erős, mint az Árpád-sávos zászlólengetés, a kommunista, mint megbélyegzés, egyáltalán a stigmatizálásnak az eszköze, szóval ez a kulturális minta, mintha nagyon is egyre erőteljesebb lenne. Hát nézd, a említett hölgytől idézett mondatot nem szeretném minősíteni, hogyha itt lenne, akkor esetleg minősíteném, így azt mondom, hogy egyetértek azzal, amit ön is és Hódosár Róza is mondott, tehát erről nem hiszem, hogy érdemes erre több szót vesztegetni. Most az Árpád-sávos zászlóknak a helyzete az egy kicsit más, ugye, mert egyrészt az egy történelmi szimbólum, másrészt ez a történelmi szimbólum 1944-ben olyan tartalommal töltődött föl, hogy erről keveseknek jut eszébe a magyar középkor, hanem az emberek többségének, különösen akik ennek szenvedő alanyai voltak, tárgyai voltak, azoknak a 44-es zsidóüldözések jutnak és a deportálások jutnak eszükbe, teljesen indokoltan, tehát ezeknek a zászlólengetőknek nyilván erre az érzékenységre ügyelniük kellene, de ők nem ügyelnek. Lehetséges, hogy tudatosan nem ügyelnek. Lehetséges, hogy biztatásnak engednek. De ez is olyan dolog, amiről azért nem szeretnék többet mondani, mert egyetlen egy szociológiai fölmérést nem láttam, nem olvastam arról, hogy kik milyen motivumokkal tartják ezt a zászlót. Rendben, hogy mennyiséget nem tudunk, de azért a jelenséget látjuk. Ezt a múltban élő jelenséget, meg ennek a fokozódását, mintha azért mégiscsak tapasztalnak. Én erről elmondtam a véleményemet egy interjúban, és a véleményem röviden az volt, hogy egy, mélyen nem értek ezzel egyet, kettő, nem általánosítanám azért az egész országra és az egész magyar társadalomra. Tehát azért, mert Budapesten, ami igaz, hogy az ország fővárosa, mondjuk 200 Árpád-sávos zászló leng, és ezt mondjuk, nagyot mondok, 20 ezer ember vagy 30 ezer ember hallgatja, ez sem Budapest lakosságát, sem az ország lakosságát nem reprezentálja. Március 15-én tudomásom szerint egyetlen más magyar településben Árpád zászlót nem lobogtatott a szél. Csak itt Budapesten, csak itt egy bizonyos tömeggyűlésen. Tehát ezt a jelenséget azért lokalizálnám erre, és messze menően nem mernék olyan általánosításokba bocsátkozni, hogy ebből a magyar társadalom egészére le lehetne vonni tanulmányt. Nem is általánosítanék én magam, ami csak jelenségeket rakunk össze. Ami azt jelenti, hogy ha mit gondolok róla, azt nyilatkoztam, és most is azt mondom, hogy sokkal jobban örülnék, és a helyzetet jobban megfelelne, hogyha az EU-s zászlót, a csillagos zászlót, a kék zászlót lobogtatnák helyette, mert hogy az EU-nak vagyunk tagjai, és az identitásunknak. A jövő. Az identitásunknak előbb vagy utóbb, és egyre inkább az európaiság részét kell, hogy képezze. Hadasár Róza, hogy gondolkodik ugyanerről? Azt gondolom, egyetértek azzal, hogy durva politikai megnyilvánulásoknak vagyunk a tanúi. Egyszerű a világot úgy ketté osztani, hogy vannak a volt rendszer hívei, ugye a volt komcsik és a többi és a szlepje, és hát vannak most a tiszták, akik mindig szemben álltak ugye annó ezzel a rendszerrel, ez nem én vagyok, tehát nem rám mondják azt, aki szemben álltam ezzel a rendszerrel,
És akkor hihetetlen durva és indulatos ez a politika által kinyilvánított mesterségesen hamis történelmi tényekből és tudatból kiinduló kettéosztás az országban. Elnézést, hogy beleszólok, de itt viszont rendelkezünk pozitív tényekkel, tehát pontosan tudjuk, hogy ez a kettéosztás már csak azért is hamis, mert a másik táborban épp úgy vannak MSZNP KB tagok, sőt politikai bizottsági tagok, és volt kiszvezetők, és úttörők, és egyebek, mint ahogy a másik oldalon is vannak. Csak hogy éppen azt mondom, hogy az identitáspolitikus szempontjából ezek nem számítanak. Ha az én táboromba áll, akkor minden megvan neki, bocsánat. Jó, de akkor azt fejtsük meg, hogy... A másik táborban, ha ellenálló volt, akkor is rá lehet sütni. Hogy az mégiscsak hogy van, hogy például mondjuk a demokratikus ellenzék tagjaitól, akik tették a dolgukat, pontosabban nagyon sokan nem tettük, és az a nagyon kicsi mag nagyon is tette a dolgát, azért én is már nagyjából felnőtt voltam, tehát tudom, hogy én ehhez képest nagyon gyáván viselkedtem, és nem ma mérem ezt így, hanem mértem akkor, amikor ezt, hogy mondjam, közelről is lehetett látni. Szóval de sohasem hallottam, hogy a demokratikus ellenzék tagjai, például ön, vagy az ön elvtársai erkölcsi prédikációkat intéztek volna azóta is a magyar nemzethez, és megmondták volna, hogy milyen a egyedül helyes gondolkodásmód és érzület. Ugyanakkor pedig, hogy most valami friss dologgal álljak elő, itt van Martonyi János esete, aki hát ez idő szerint legalábbis hát úgy áll a dolog, hogy jelentéseket adott a magyar titkosszolgálatnak, miközben önöknél ugyanezen hatóságok házkutatást tartottak azokban az időkben. Ön vagy önök akkor voltak bátrak, és vannak, akik pedig ma bátrak. Ilyenkor például mit érez ön, de tényleg, szóval, vagy mit éreznek azok az emberek, akik hát, hogy mondjam, egy hosszabb perspektívából tudják megítélni a tett és a szó közötti különbséget? Sosem gondolta volna sem én, sem a demokratikus ellenzék, hogy a saját erkölcsi értékeit azt egyszerűen rá kell, hogy másokra kényszerítse. Én, amikor a demokratikus ellenzék tagjaként úgy gondoltam, hogy zavarok másokat, zavar, hogy követnek, akkor átmentem az utca másik oldalára, hogy ne hozzam olyan helyzetbe szegényt, hogy majd miattam bántódás érje. Tehát én igyekeztem ezeket a helyzeteket elkerülni. Persze, hogy zavar, amikor a televízió képernyőjén és máshol látom, hogy erkölcsi prédikációt intéznek hozzám olyan emberek, akikről nyilván tudom, hogy annak idején rólam jelentett, vagy az volt a dolga, hogy az én életemet fürkészze és kutakodja. Bocsánat, szabad ne felejtsd, ez azt jelenti, hogy olyan emberek, akik ma a politika színpadán egyébként gyakorta fellépnek, de tudja róluk, hogy akkoriban azzal voltak megbízva, hogy önt megfigyeljék? Természetesen vannak ilyenek. Még mindig? Hát hogy ne lennének. És miért nem leplezi le? Nincsenek rá bizonyítékai, tehát az én... Nem az életelemem a vádaskodás, az én életem nem erről szólt, sohasem szólt arról. Sajnálom, hogy ilyen világ van, sajnálom, hogy így kell élni, sajnálom, hogy ilyen zavaros és furcsa országban élek, ahol abban a temetőben, amiben én annak idején a 301-es parcellába kiártam, és a gazból és a besüppedő sírok közön sírokat hoztam rendbe, és azért mentem ki, hogy megemlékezek, ma leköpnek. Sajnálom, hogy ilyen világ van, de ilyen világ van, tisztában vagyok vele, tudomásul veszem, próbálom élni úgy az életemet, hogy eddig is éltem, azon a erkölcsi értékek szerint nézem őket a televízióban. És hát persze ezt nem fogjuk együtt megfejteni, de csak nem hagy nyugodni. És az az illető, aki tudja, hogy ön nagyjából tudhatja, de még mindig ott van a politika színpadán, tudja, hogy tudja. Igen. Az mire gondolhat? Semmire, nincsen. Hogy nem fog soha ők kiderülni? Nem gondolnak ilyen dolog. Igen, azt gondolja, hogy nem fog soha kiderülni. Amint kiderül, azért mifelénk ezt annak idején így mondták, hogy akinek vaj van a fején, az ne álljon ki, de ők olyan magabiztosak, hogy vajjal a fejükön is kiállnak. De legalább kompenzál, úgy látja? Ne, hát kompenzál fordítva, tehát nem felém kompenzál. Úgy értem, hogy szélsőségben, meg ilyen véreszájúságban. Szokott a kommunistákról és a titkos ügynökökről nyilatkozni, igen. Na tessék, a történész úr mit kezd egy ilyen helyzettel? Mondjuk hát ez nem a, csak mint értelmiségi kérdezem. Kicsit romjaimban heverek, mégpedig azért, mert én voltam olyan vakmerő, hogy néhány fénykép, jó fénykép hatása alatt írtam egy szöveget, aminek az a címe, hogy volt egyszer egy rendszerváltás, amelyben egyébként a Hódosár Róza is szerepel egy összefüggésben. Sikeres, mert éppen most készül az angol kiadása, igen, ha jól olvastam. Igen. És ott én megpróbáltam értelmezni ezt a 80-as évek második felétől
világosan látszó folyamatot és a 89-91-es eseményeket, de hát akkor, amikor írtam, ez 93 volt, 2002-2003, az ügynök ügyről oly keveset lehetett tudni, hogy tulajdonképpen ez a szál nincsen benne, és most arra gondoltam, hogy vajon hány emberről, aki abban főszereplő, fog esetleg még kiderülni, hogy ilyen tekintetben érintett, és nem egy belülről vezérelt egyéniségről vagy személyről van szó, hanem esetleg egy kívülről valamelyik titkos ügynökség vagy hírszolgálat által vezérelt emberről. Ez lehet, hogy módosítani fogja a képet, tehát ettől függetlenül a rendszerváltás megvolt, voltak főszereplői, tehát a beszélő megjelent, volt lakitelek, ezek mondjuk tények. De önök szerint az utólag bátraknak legyenek akár sunyi sírfeltörők vagy erkölcs prédikátorok, ki vagy miatt felmentést ma? Nem gondolkodnak ezekben a témákban. Mitől hiszik azt, vagy gondolják úgy, hogy föl vannak mentve? Mert szolgálnak valamilyen ügyet, és ők nem vágynak felmentésre, ők szolgáltak akkor is, szolgálnak most is, cinikusak. Én azt gondolom, hogy most megkülönböztetném, életemben nagyon sok nyomorult besugóval találkoztam, akiket életüknek egy gyönge pillanatában elkapták őket, megzsarolták, életüket tönkretették, nem róluk beszélek, tehát nem azokról a nagyon sok ilyen embert ismertem. Borzasztóan sajnáltam őket, sajnáltam, semmi más nem történt azokkal az emberekkel, mindenkivel megtörténhetett volna, csak éppen gyönge volt, nem róluk beszélek. Azokról beszélek, akik önként, előnyökért tették, mindenki úgy tesz, mintha ez nem létezett volna, de létezett. Karriervágy, előbrejutás, külföldi utazások és a többi, útlevelek, igen, ezért dolgoztak. Na most azok, akik ezért dolgoztak, akikről most ugye azt mondják, hogy ilyen soha nem volt, dehogy nem, ez volt a többség. Nem a nyomorult, szerencsétlen emberekről beszélek, azok most is szeretnének dolgozni. Előnyök, karriervágy és így tovább. Nem azok az erkölcsi mércéik, mint igen, mondjuk amit én magamének gondolok, ő boldoguljon el a sajátjával, az az ő dolga, én az enyémmel. Szóval a most látott képek is mutatják, hogy hány politikai indítatású rongálás történt az elmúlt időszakban, és hát nyilván lehetne ezt még fokozni. Ennek van egy nyilvános vállalt része, meg van, hogy úgy mondjam, egy sötétben zajló része, Ungvári Rudolf íróval bővült vendégeink köre. A jobboldali körökben csak nemzetárulónak nevezett Károly Mihály szobrával többször is megtörtént ugye az elmúlt években, nevezetes, hogy megrongálták, leöntötték, most éppen felgyújtották, a szabadságtéri szovjet emlékműről nem is beszélünk. Ha hinni lehet a szélső jobboldali honlapoknak, Jobbik Zorrónak és Sobri Jobbiknak, így nevezik magukat azok az aktivisták, akik szerint a nemzetietlen kommunisták vagy baloldali terroristák budapesti emlékeinek meggyalázására szakosodtak. Szóval ők még buzdítanak is mindenkit, és közlik, hogy nyugodtan csinálhatja bárki, hiszen idézem a szóban forgó honlapot, egy átlagos rongálásért csak figyelmeztetés vagy pénzbírság jár, tehát az erkölcsi bizonyítványban nem kerül be, nem jelent priuszt. Ön mivel magyarázza a szélsőségek elszabadulását, most túl azon, hogy egy demokráciában ők is ugye élhetnek és visszaélhetnek a szabadsággal, mitől bátorodnak föl ezek az emberek és ezek a gondolkodásmódok? Hát ezek az emberek a demokráciától bátorodnak föl első megközelítésben, és ilyen értelemben, innen nézve, az ilyen dolgoknak több a, nagyobb a füstje, mint a lángja. Egy demokráciában a szabadság oszthatatlan, az egyben a hülyék, a gyávák és a gazemberek szabadsága is. Hogy mitől bátorodtak viszont föl ezen kívül, az egy sokkal érdekesebb kérdés, mert különben ilyen események minden demokráciában előfordulnak. Az Amerikai Egyesült Államokban valaki rendet teremt egy kollégiumban egy géppisztollyal, és mégsem vonunk le általános következtetéseket az amerikai demokráciáról, ha most eltekintünk a populista szélsőjobbtól és az ugyancsak populista szélsőbaltól. Azok természetesen azt mondják, hogy ez a kapitalizmusra jellemző és az amerikai demokrácia alkonyát képviselő jelenség. Mégis úgy érzem, hogy azért önkülönbséget tesz a kettő között, tehát mondjuk az amerikai demokrácia vadhajtása
meg a mieink között, akár a sírgyalázókra, a bújtatott nyilasszimbólumok lengetésére, parlament előtt a zsidó névsorolvasásra, és így tovább. Az a helyzet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ugyanígy vannak zsidó névsorok, ugyanígy lengetnek horrok keresztes zászlót, és a Ku Klux Klan még manapság is ugyanígy éget kereszteket. Hát akkor nincs különbség? A demokrácia szempontjából nincs különbség, mert a demokrácia ezt, a gazemberek szabadságát lehetővé teszi. És lehetővé kell, hogy tegye, ha egyáltalán a demokráciát fenn akarjuk tartani. Ezeknek is van egy ficakjuk, ahogy ön említette ezeket a weblapokat. Ez az az egyéb kategória, amely mindig meghúzódik ott az emberi életben, és ezt általánosítani súlyos hiba, mert áldozataivá válunk a saját hüledezésünknek, és annak semmiféle értelme nincs. Ellenben, ami egy másik szinten ezeket az eseményeket kiváltja, az sokkal fontosabb, és az a figyelemre méltó, hogy annak valójában nem tulajdonítanak ekkora jelentőséget, mégpedig azt, hogy a magyar jobboldal populista része a saját hatalomészsége következtében elkezdett a tűzzel játszani, és olyan identitásképző jelszavakat kezdett használni, melyek a legnagyobb mértékben kirekesztők. A haza nem lehet ellenzékben, következésképp csak ők a hazák, az ellenfeleink idegenszerűek. Milyen idegenszerűségről lehet szó, hanem faji idegenszerűségről, és a baloldal immár másodszor rontott rá a nemzetére, azaz a baloldal egészében gazemberek nemzetellenes gyülekezete. Ez ugyanolyan igazságtalan, ugyanolyan szörnyű, ugyanolyan hazug, mint amilyen hazug volt a Kádár korszakban, hogy az egész jobboldalt fasisztázták le, reakciósozták le. És ilyen értelemben ez a populista demagógia, amely azonban csak a jobboldal egyik részére jellemző, és ezt is fontos leszögezni. Ez bizonyos mértékig hozzájárult ahhoz, hogy a hülyék identitás képződése, mert azoknak is kell, hogy identitásuk legyen, az bizonyos mértékig felgyorsult és szárba szökkent. És ennek az egyik tünete, a tűzzel játszás egyik tünete, hogy megjelent a sírgyalázás is. De ezt a sírgyalázást már sokkal korábban gyakorolták, mert már 1992-ben a Rákoskeresztúri köztemető Jovánovics György által készített síremlékére ugyanúgy rápingálták a Dávid csillagot és a horogkeresztet. Pedig az a síremlék politikailag valójában nem, hogy teljesen semleges volt, hanem 56 szellemét képviselte. Ez a Nagy Imre? Igen, a síremlék, amelyik a 301-es parcellában áll, illetve a 300-as parcellában áll. Jegyzetelt közben valamit, Romsicsik Nőc? Több mindent is jegyzeteltem, de az indító gondolatom az valójában még a bejátszó képekhez kapcsolódott, mert ha jól idézem föl, akkor itt tulajdonképpen a baloldalnak többé vagy kevésbé vállalt szimbolikus alakjainak a befestéséről, fölrobbantásáról vagy fölgyújtásáról van szó Károly Mihály, Ságvári Endre. Károly Mihály a baloldal szimbolikus alakja? Hát semmiképpen nem a jobboldalé. Abban az értelemben igaz ugyan, hogy Károly Mihály egy nagyon konzervatív grófként, egy nagybirtokosként kezdte a pályáját, de az első világháború alatt és különösen a háború végére, az első magyar köztársaságnak volt a miniszterelnöke, majd utána az ideiglenes köztársaság elnöke, és az a belpolitikai törekvés, amit ő képviselt, az méltán vállalható, az egy demokratikus törekvés volt, beleértve az általános titkos választójogot, beleértve a földreformot, szociális biztonságot és sok mindent. És nem... a jobboldal őt speciál már a 19 után, most, mint a nemzet árulóját tartotta nyilván. Még folytatom azután, igen. Olyan mértékben, hogy a baloldali lett, hogy a két világháború között majdnem belépett a kommunista pártba, emigrációjába. Ezt nem tette meg, de mentségére legyen mondva, 49-ben, amikor Rajk Lászlót letartóztatják és kivégzik, akkor azon kevesek közé tartozik, van más is, de nagyon kevés, aki lemond a nagyköveti pozíciójáról, és másodszor is emigrációba vonul. Tehát vannak a Károlyi életútban olyan momentumok, amelyek miatt a demokratikus baloldalon Károlyi vállalat. De nem emiatt robbantják, nem emiatt öntik őt le újra és újra, hanem azért, mert bűnbakká vált Károlyi. Tehát 1919-20-ban történt valami olyan Magyarországon, egy olyan traumatikus esemény, amelyen kapcsolatban a magyar társadalom úgy tűnik a mai napig nem azt az utat választotta, hogy egy önvizsgálatba kezdjen, és a saját felelősségét firtassa, hogy miért történt Trianon, mert ez is benne volt a döntésben, hanem az egyszerű megoldást választotta, vagyis elkezdett
keresni egy ürügyet, egy gömbakot, és ezt megtalálta Károly Mihályba. Lehet Károlyra mondani, hogy egy ügyetlen politikus ez volt. Ez a magyar társadalom lett 18-19-ben, de nem lehet elképzelni olyan magyar politikust akkor, aki a történelmi Magyarországot egyben tudta volna tartani. Ebben ma a történészek nagyjából egyetértenek. Tehát ez volt az egyik dolog, amire gondoltam ezeket a bejátszásokat. A másik pedig ebben az eszmefuttatásodban egy mondatot szeretnék csak pontosítani. Ez arra vonatkozott, hogy ma a jobb oldalnak van egy ilyen leegyszerűsített történelmképe bal oldalról. És nem az egésznek, de az egyik részének. És a két világ a korábban, pedig a Kádár korszakban a Horthy rendszert minősítették fasizmusnak. Ezt annyiban árnyalnám, hogy ez mondjuk a 40-es évek vége és a 60-es évek eleje közötti történetírásra igaz. 60-es évek közepétől éppen, hogy ennek a történelmképnek a lebontásáról volt szó, és 60-as évektől egyre inkább nyilvánvaló vált, hogy különbség volt mondjuk Bethlen István egyik oldalon, vagy Gömbös Gyula, vagy Teleki Pál között, nem is beszélve Szálasiról. Tehát egy sokkal differenciáltabb történelemképpel érkeztünk el a rendszerváltáshoz sem, hogy azt lehessen mondani, hogy a Kádár korszakban egységesen a Horthy rendszert fasizmusnak minősítették. Igen, persze ezt meg kell különböztetni, hogy milyen szintről van szó, és a történetírás szintjén a késő Kádár korban egy nagyon, nagyon jó minőségű történetírás játszódott le Magyarországon, és ilyen értelemben egy nagyfokú feldolgozási folyamat. Azonban ennek az egész kérdésnek van egy úgynevezett populáris szintje, és a populáris szinten is én erre céloztam, a jobboldaliság a Kádár korszakban is még ugyanolyan elítélendő kifejezés volt, az ember mint jobboldali magát politikailag ugyanúgy nem definiálta, ahogy a jelenlegi magyar populista jobboldal a baloldaliként való definiálás próbálja diszkreditálni azzal, hogy azt mondja, hogy folytonosan ráront a nemzetére, miközben a magyar jobboldal 1919-ben rárontott a nemzetére, a numerus clausus rárontott a zsidó törvényekkel, és a Szálasi kormány is rárontott a nemzetére, tehát nincs tulajdonképpen számon kérni való a szélső meg a jobb oldal és a szélső bal oldalnak egymástól. Arra egyébként mi volt a megfejtése, mert ott megszakítottam utólagos bocsánat is, ezért, hogy Nagy Imre emlékművére miért is festettek, miért a megfejtése? Hávi csillagot? Ez tulajdonképpen egy, hogy úgy mondjam, csodálatos folyamat, mert itt egyszerre játszik szerepet egyfajta antikommunista gerjedelem, egy rendkívül primitív szinten, amely már az Antal kormány idején bizonyos mértékig föl volt használva, ezen kívül pedig annak a primitív, a populista demagógiára hallgató rétegnek az ösztönös megnyilvánulása is ez a szép benne, amelyik egy modern, az európai egyetemes kultúra szimbolikus művészi alkotása iránt zsigerből ellenszenvet érez. És persze spontán hallgatva a magyar szélsőjobboldali tradíciókra a zsidóval azonosítja ezt az egyetemes művészeti szimbólumrendszert. És hát ilyen értelemben gyakorlatilag az, amire Ignác célzott, hogy ugyanis a magyar társadalom nem dolgozott föl valamit, az elsősorban a magyar jobboldalra vonatkozik. A magyar jobboldal jelentős része ugyanis hátrányban van szemben a baloldallal, a tekintetben, hogy a saját múltjával szembenézzen, és ennek egy nagyon egyszerű oka van, mert 1945-ben a magyar jobboldalt a föld alá nyomták, márpedig mindenki csak a szabad nyilvánosságban képes egy szerves, természetes identitásképzésre, úgy, hogy szembenéz önmagával. Nem volt módja a szerves fejlődésre. Abszolút nem volt módja, és ezt 1989-ben kezdte el, és hát 15 év alatt jutott idáig, ez egy nagyon lassú folyamat, és még eltart néhány évtizedig. Vissza az eredeti csapás irányhoz, bocsánat, nem sok van már hátra a műsorunkból. Tavalyig működött egy honlap, amely fenntartott egy internetes zsidó adatbázist, hogy akit érdekel, megtudhassa, hogy élő magyar közszereplőről zsidó-e vagy sem. A honlap volt munkatársa most publicisztikát közölt az index.hu-n, ahol a következőket írta, idézem, bizony van a rosszaságnak egy olyan foka, amin túl nem jár a végső tisztesség sem. Vannak a humornak finomabb formái is, nem kell feltétlenül koponyával célozni lábszárcsontokkal kijelölt kapura, de ha valaki mégis ezt teszi, még mindig jobb, kicsit pironkodva mosolyogni, mint valamilyen homályos erkölcsi normához igazodva sápítozni. Szóval lehet, hogy nem generációs kérdés a dolog, az imént idézett Wittner Máriának lesznek utódai? Az a helyzet, hogy például 1945. januárjában hajtottak egy csoport embert a Dunapart felé hálóruhában, és egy magyar katonatiszt odaszólt a nyilas suhancnak, hogy de hát hogy lehet ezek az emberek, hát
És akkor azt mondta, de hát ezek zsidók. Na most az a kirekesztő sugallat, amely a populista jobboldali politikából leszűrődik, mint úgynevezett sinkendes Kulturgut, egy lemerülő kulturális javakként a primitívek közé, az egy ilyen kirekesztő gesztussal tulajdonképpen formálja meg a saját arculatát, mert az agyában taknyon kívül valójában nincs egyéb. Igen. És ezért fölhasználja a kapott sugallatokat, hogy a semmiből formát alakítson magának. Így keletkeznek ezek a hülyeségek. De hangsúlyozom, ugyan ocsmány dolog, de ezt túlhangsúlyozni téves, mert ez a demokráciával együtt jár. A demokrácia az a legnehezebb társadalmi rendszerek egyike. Na most akkor mindazhoz képest, amit itt most elmondott, érdekes következtetése jut a cikke végén, amit ugye a Népszabadságban a hétvégén közöltek. A jobboldal győzelmét kívánja 2010-ben, mert ön szerint csak a kormányzás szorításában, idézem, lesz kénytelen szembenézni az általa életre keltett turulozókkal, árpádsávosokkal és sírgyalázókkal, és ezáltal saját magával. Hát mindesetre furcsának tűnik a logika, ne haragudjon, hiszen volt kormányon a jobboldal mondjuk 1998 és 2002 között, és miből látta, hogy ezt az időszakot az önmagával való szembenézésre használta föl? Nekünk egy országunk van, egy csőcselékünk, egy elitünk. És ez az elit ugyanúgy hasonlít egymásra, jobb oldalt és bal oldalt, ahogy a csőcseléke is hasonlít. Az máslapra tartozik, hogy a bal oldal ma nem aktív. Annyira nem másként rossz, hasonlít? Annyira nem aktív. Én most azt mondtam, hogy a szélsőségek is hasonlítanak egymásra. Most az a helyzet, hogy képzelje el a fordítottját. Nem a Fidesz kerül kormány alakítási helyzetben. További 2010-ben. 15 évig az MSZP fogja egy koalícióban vagy anélkül kormányozni. További 4 évig. De mondjuk, hogy további 18 évig, nem tudom mi. Katasztrófa lenne. Az a baloldali és liberális politikai elit, amely jelenleg hatalomképes, az gyakorlatilag alig különbözik színvonalától a jobboldali hatalomképes elittől. Független attól, hogy a jobboldalnak jelenleg nagyobb reminiszenciái vannak, és sokkal több negatív kirekesztő eszközt használ. És ezért ez a jobboldal valójában a baloldal kegyelméből nem fog neki indulni a fejlődésnek. Tehát ugyanolyan szakmaiatlannak, illetve kártékonynak tartja? Bizonyos mértékig igen. Lehet ugyanis látni, hogy az ország nem érdemel meg például egy reform miniszterelnököt, mert képtelen végrehajtatni azokat a reformokat, amelyeket ő tulajdonképpen nagyon helyesen elképzel, mert egyszerűen megakad az egész abban azon a szinten, amely az ország valódi színvonalát képviseli. De az ország nem érdemli meg, vagy mondjuk a párt az MSZP adott esetben? Hát lehetne mondani, hogy az MSZP, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy az egész országnak szüksége van a reformokra, és ilyen értelemben a jobboldal pillanatilag fogja saját magának, mert ha ő került volna a legutolsó választásokon hatalomra, ugyanúgy megcsinálta volna ezeket a reformokat, ugyanúgy problémái lettek volna a végrehajtatásával, mert a minisztériumi hivatalnok gárda színvonala sajnos a harmadik, mondjuk a 2,5. Világ színvonalán mozog. Ezzel mondjuk kell, az orvosok érdekei ugyanezek lettek igen, volna. Ezzel kell főznie az elitpolitikusoknak. Hát azért a közvélemény kutatások furcsa dolgot mutatnak, miközben ugye tragikusan megemelkedett az elbizonytalanodott szavazók száma, már 60%-on állt, és a biztos pártválasztók között iszonyúan elhúzott a Fidesz, a választók tisztában vannak a tényleges politikai különbségekkel. Ugyanez a Sondipsos felmérés a két nagy párt vezetője közti különbséget meglehetősen érdekesen mutatja, és ezt nézőink is fogják látni ebben a pillanatban. Azt mondja, hogy mennyire jellemzőek az alábbi tulajdonságok Gyurcsány Ferencre, illetve Orbán Viktorra. A reformpártiságot vizsgálták, azt mondják, hogy 32% Gyurcsány esetében, hogy nagyon jellemző, Orbán esetében 12% látja nagyon jellemzőnek a reformpártiságot, és még egy adatot mellé tettünk, az inkább jellemző, azt mondja a Gyurcsány esetében, hogy 18%, Orbán Viktor esetében 14%. A másik kérdés arra vonatkozott, hogy újítónak mennyire jellemzi, tehát
tó, mennyire Gyurcsány, illetve Orbán. Itt nagyon jellemzőnek Gyurcsány esetében 30, inkább jellemzőnek 20% tartja, ugyanez Orbán Viktor esetében 15 és 17%, és a harmadik szempont, amit a kutatók föltettek a közönségnek, hogy mennyire jellemző egyikre és másikra, hogy határozott elképzelése van az ország jövőjéről. Gyurcsány esetében nagyon jellemző 29, inkább jellemző 18%, ugyanez Orbán esetében 22, illetve 18%. Szóval csak azt akarom ezzel kérdezni, hogy nem oda mutat ez, hogyha Gyurcsány Ferencnek és ezzel pártjának is mondjuk sikerülnének a reformjai, amire van még hát mondjuk szűk 3 év körülbelül, a választók mégiscsak a koncepciózusabb, újítóbb, határozottabb politikusra fognak szavazni, amit ön cikke szerint, hát, vagy amit ott elmondott, Isten csapásának élne meg. Egy kicsit túl hangsúlyozta ezt a dolgot, minden esetre problémás. Azért problémás, mert a magyar jobboldal egy permanens ellenzéki helyzetben egy olyan negatív történelmi háttérrel, mint amellyel rendelkezik, egy olyan tulajdonképpen frusztrált elnyomottsággal, ellenzékben tulajdonképpen sokkal nehezebben tud fejlődni, mint kormányon. Ezt sajnos tudomásul kell vennünk, mert a jobboldal, a baloldal kegyelméből magával szembenézni, magával valamit kezdeni a múltjával, és európaibbá válni nem fog. Ezt nem lehet mások jóvoltából megtenni, ezt neki saját magának kell kiizzadni, és ehhez a hatalmi helyzet sajnos, akár tetszik, akár nem, akármilyen borzalmas lesz az elején az a demagógia, amelyet hallani fogunk, végül is bizonyos értelemben jótékonyan fog hatni, mert hát ugye mindenki kétségbe esik azon, aki nem ezt kívánja, hogy hát, de az én életemben, hát mit számít az a rövid idő, az az 5 év, 10 év? Hát önnek nem számít, aztán másoknak más a vélemény. Hadd kérdezzem a Gromsics Ignácot, mármint értelmiségét. Igen, hát én arra gondoltam, hogy közben, hogy milyen nehéz dolog politikai elemzőnek lenni, vagy pláne futurológusnak. Eddig azt hittem, hogy a múlttal való foglalkozás egy komplikált dolog, de ennek a tükrébe hajlok arra, hogy a múlttal még mindig egyszerűbb foglalkozni. Ugyanakkor a múlttal való foglalkozás, vagy a tartós foglalkozás ad egy előnyt is, vagy egy távolságtartást is a jelen és a jövő dolgainak a megítélésében. Mire gondolok? Arra, hogyha valaki 10-20 vagy akár mondjuk 100 éves időtávlatokban gondolkodik, akkor el tudnak törpülni olyan események, amelyek napjainkban fölnagyítódnak. Tehát nem tudom, hogy ezekre az eseményekre, amikről most beszélünk, és nap mint nap foglalkoztat bennünket, 10-20 vagy 30 év távlatából visszatekintve, vajon az utókor mire fog majd emlékezni? Mondok példát. Ki emlékezik a jelenlévők közül, vagy akár a nézők közül arra például, hogy Bethlen István 1924-ben, azt hiszem, vagy 25-ben a parlamenti ellenzéke fél évig nem ment be a parlamentbe és bojkottálta. Emlékszünk erre? Nem emlékszünk rá. Ki emlékszik arra, hogy Bethlen István 1920-21-ben vagy 22-ben az ország leggyűlöltebb miniszterelnöke volt? Senki nem emlékszik. Nem így marad meg az emlékezetben. Végeredményben mindig egy teljesítmény egészét mérlegelik, és ennek a teljesítmény egészének a helyi értékét a jövő fogja majd kijelölni. Tehát azt, hogy mit fogunk gondolni erről a mai jobboldalról, erről a mai baloldalról, Gyurcsány Ferencről, ezt majd 10-20 vagy 30 év múlva lehet bizonyosan tudni. Ma ez nagyon közel van, és nagyon nehéz erről érvényeset, biztos, tartósan érvényes megállapítás. De nem nekünk kell kihordani a normális utókort? De ez a mi felelősségünk. Ez csak egy normális utókor tudja majd így értékelni. És éppen visszakanyarodnék a beszélgetésünk elején fölvetett gondolathoz, hogy ami ebben az én felelősségem, mint hát tanári és történészé, amelyen belül valamennyire kompetensnek érzem magam, mondjuk a újságíró. Nagy a felelőssége természetesen. Az egészségügyi reformban nem mernék megnyilatkozni, hogy mondjuk ott mit kellene tenni, de például az oktatási reformmal kapcsolatban, vagy a történelmi oktatással kapcsolatban nagyjából van elképzelésem, hogy mit kellene tenni, és erről például a 20. századi magyar történelemről, itt kanyarodok vissza a bevezető gondolathoz, nem csak a Kádár-sír kapcsán kellene beszélni, és az Árpád-sávos lobogóról, és a zsidó kérdésről, és a holokausztról. Mindenről valahogyan tartósan napirenden kellene tartani, mégpedig a szakmaiság kereteit tiszteletben tartva kellene, nem pedig politikailag motiváltan napirenden tartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a televízióknak a felelőssége, ennek a műsornak a felelőssége, az én felelősségem is nagyon jelentős. Nekem de a lelkiismeretem ilyen szempontból, hogy nem olyan nagyon piszkos, inkább finomabban akartam fogalmazni. Én is igyekszem, de hogy mondjam, mérsékelt sikerrel úgy látom. Ungvár Rudolf? Az a helyzet, hogy természetesen
mondtam, hogy ezeknek a dolgoknak nagyobb a füstje, mint a lángja. De annyit a jövővel kapcsolatban megmerek kockáztatni, és elég szakmai abban az értelemben, hogy egy évszázados tapasztalatra utal, hogy egy ország történelmének alakulását a baloldal és a jobboldal egyformán befolyásolja, és ezért mind a baloldal, mind a jobboldal egyforma jogon vesz részt a politikába, akármilyen pocsékul is csinálják. És ilyen értelemben mi sem természetesebb, mint hogy ennek a két oldalnak állandóan váltakoznia kell a hatalomba. Ez egy nagyon egyszerű igazság, amitől nem kell félni. Ha a társadalom is így akarja, a többség is így akarja. Így fogja akarni, mert ezt mindig is bizonyos protesttel a fennálló irányzattal szemben szokták kifejezésre juttatni. Ez a demokráciának az áldásos hatás. Ugyan erőszakornak tűnik, de mégiscsak idehoznám a tegnapi francia elnökválasztás végét, meg hát egyáltalán itt a jelöltek vitáját, majd a győztes Sarkozy beszédét, a vesztes Royal beszédét, a hívek ellenfelek érveit, meg ellenérveit, és bár hát nem kevés diszonáns hang is hallatszott, de az ember azért azt mondhatta, ha figyelte, hogy micsoda különbség, hogy ezek az emberek ahogyan felfogják, illetve használják a demokráciát, a köztársasági értékeket, egymás tiszteletét, a politikát és magát a vitát is. A kérdésem az, és erre már csak röviden kérem szépen, hogy feleljenek, lesz nekünk ilyen az életünkben? Megadatik ez? Igen, ez 20-30 év után már biztos, hogy így lesz, mert egy demokratikus magatartást nagyon sokáig kell gyakorolni. Jelenleg például a populista ellenzéki párt populizmusból például elítéli a sírgyalázás, miközben a tűzzel játszva bizonyos mértékig biztatta ezeket a primitív rétegeket. És ilyen értelme pontosan annyira álságos, mint amilyen álságos volt gróf Teleki Pál, aki meghozta a zsidó törvényeket, és utána elment áldozni. Ez a folyamat, mivel egy ilyen borzalmas történelmi háttérre rendelkezünk, és a jobb oldal különösen, nagyon hosszú idő alatt vetkezhető le. Én a hosszú távon derülátó vagyok. Ramsi Zsignac? A jövőt illetően én is inkább optimista vagyok, és az optimizmusomnak az egyik alapja az európai közösséghez való tartozás. Tehát végül is minden probléma ellenére az Európai Unión belül vannak olyan normák, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, alkalmazkodni fogunk, és ez annak azt hiszem, hogy jótékony hatása lesz hosszú távon minden tekintetben. El fognak múlni ezek a mai zavaros idők, azt gondolom. A magyar társadalom is felnőttebb annál, mint sem, hogy az hosszú időn keresztül elviselje. És még egy dologról nyugtasson meg, hogy ez nem volt haszontalan, hogy ilyen messzire jutottunk Kádár János sírjától, meg a feltúrásától, meg hogy ellopták a felesége urnáját, hogy egészen idáig jutottunk. Lehet, de ezt nem nekünk kell kimondani, ezt már nézők megítélnek bennünket. Hát öntett hát felelősség. Ha nem dobálnak meg holnap tojással, mondjuk, akkor lehet, hogy ha megdobálnak, akkor kevésbé. És ha kibírják ezt a sok beszédet. Igen? Akkor itt most abba is hagyjuk. Köszönöm szépen.